olvasom az ígét és hirdetem közöttetek, ugyanmint a Lukács írása szerinti evangélium második részének 10. és 11. versében találjuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik: ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. Foglalj el helyét a gyülekezet. Szeretett testvéreim, a karácsonyi örömhírnél nagyobb örömüzenet a teremtés óta nem hangzott ezen a világon, és soha nem is fog hangzani. Miért olyan mindennél nagyobb örömhír ez? Mert minden embernek két olyan megoldatlansága van, amelyet senki nem tud megoldani, és ha ez meg nem oldódik, akkor nincs áldott földi élete, és nincs örök élete. Az egyik ilyen nagy megoldatlanságunk az, hogy bűnbatyúval születünk. A drága kicsi gyermekek is ott hordják, hogy ez a batyú hol van, azt nem tudom megmondani. Amikor megszülettek, egyetlen egy bűn sem volt benne. De aztán elkezdjük gyűjtögetni. Szépen, mire felnövekedünk, minimum évi 1000 bűnünk összegyülekezik. Honnan veszem ezt az 1000 bűnt? Egy 97 éves néni jött a lelkész hivatalba. Temetését akarta előre elrendezni. És aztán megkérdezte tőlem, hogy maga pap, mondom, igen, lelki pásztor vagyok. Eltemet engem? Hát ez nagyon váratlanul ért, úgyhogy azt mondtam, hogy egy föltétellel. Erre már is egy 10000-es lobogtatott, mondtam, hogy nem ez a föltétel. Hát akkor mi? Hát, hogy én élek tovább, mint a néni. Az igaz, de akkor is lesz itt pap, ugye? Mondom, igen. Lesz, akkor intézzük el egymást, és ott állt a taxis mellette, vette ki az irattartójából, vagy a ridiküljéből a friss nyugtákat, mondta, hogy most jövök a Fiumei úti temetkezési központból, itt van ez a nyugta a hamvasztásim, ez a nyugta az urnahely, ez a kolumbárium, már csak a papot kell elintézni. Mondtam, hogy intézzen el. Hoztam a nyugtakönyvet, nézte, hogy pecsét van-e rajta, nehogy valami kockázat legyen az ő temetésével kapcsolatban. Közben egész jól eldiskuráltunk. A nehézség csak az volt, hogy igen-igen nagyot hallott, úgyhogy visszhangzott az egész irodaház ott a fasorban, amíg mi lebonyolítottuk az ügyletet. A néni indul, mikor a nyugtát kézbe veszi, de az ajtóból visszafordult. Azt mondja, lelkész úr, az infláció. De az infláció hallhat, hanem ez már csak bennünket érint. De akkor nekem is eszembe jutott valami, és megkérdeztem, hogy Eszti néni a hazafelé vívő utat elrendezte? Nézett rám, azt mondja, itt a taxis. De nem erre gondolok, Eszti néni, a bűnei meg vannak bocsátva. Pappal kimondani ott, a lelkészi irodámba, hogy nem nagyon van, mire én beleüvem a légtérbe, egy minimum 90. A néni apró léptekkel már a folyosón. Sérteget a pap, gyerünk, mondta a taxisnak. Alig értem utol. Odaérek, azt mondom, ha csak 97000 bűne van Eszti néni, maga földre szállt angyal. Na, ez már jobban tetszett neki, de nem jött volna vissza hivatalba, úgy én voltam az erősebb, visszaértünk. Láttam a terébb lép, és azt nézi, hogy az a tökkel elütött ős asszonyt életébe is magát a slamasztikából. Eszti néni, mulat telekedetben, indulatban, akarva akaratlan, csak 3 bűnt elkövet. Egy év alatt kijön az 1000.
számolta néni. Mondom, jó úton haladunk. Azt mondja, még több is. Mondom, akkor megegyeztünk a 97 ezer bűnbe. Azt mondta, úgy megszerettem magát. És oda jött, én is átöleltük egymást. Nagy barátság. És azt mondtam, ezt én is nagyon megszerettem. De egy dolgot ne felejtsen el, ebből a 97 ezer bűnből egyet se vihet be a mennybe. Mert akkor a menny is olyan lesz, mint a föld. Hallott maga arról, hogy valaki eljött erre a világra, hogy minden bűnünk büntetését magára vegye. Azt mondja, hát hogyne, az Úr Jézus Krisztus a kereszten. Nem ötös esztinéni, ötös. Egy kérdésem van. 97 év alatt egyszer, egyetlen egyszer megköszönte ezt úgy, hogy köszönöm, Uram, neked, hogy értem, a földre jöttél, hogy meghaltál a kereszten a bűneimért. Bocsásd meg minden bűnömet, és fogadj el engem örökre. Ilyen csönd. Kiderül, hogy valaki 97 évet leél ezen a földön, és nem jut el odáig. Jó, én elfogadom, hogy úrvacsorakor elmondta az esztinén is, hogy mindenestől fogva bűnös vagyok, hiszen vallom azt is, hogy az Úr Jézus meghalt értem, és ezáltal bűnbocsánatot és örök életet szerzett. De testvéreim, mondjátok meg, hogy így generál, amit nagyon komolyan vesz Isten, de így generál el lehetett intézni a párunkkal azt, hogy megkérjük, vagy hozzá menjünk. Nem kellett négy szem közt azért valamit mondani. Én legalábbis csak így tudtam elvenni a feleségemet, hogy megkértem a kezét. És ő megválasztott. Hát nem tudom ki hány éves itt közülünk, de ha most már itt járunk az evangelizáció elején, a mai nap feladata hadd legyen, hogy először vagy újra, mielőtt lemegy a nap, köszönd meg, testvérem, hogy Jézus érted, ide jött a keresztre, hogy minden bűnöd büntetését elrendezze. Majd a következő napokban beszélünk arról is, hogy miért nem lehetett másképp elintézni mindezt. Miért mondom azt, hogy senki, ami bűneinket nem tudja levenni rólunk? Mert a bűnnek egyetlen megoldása van, a bocsánat. De bocsánatot csak az adhat, aki átvállalja a bűneink büntetését. Egyelőre ez hadd legyen elég. Ez az egyik nagy problémája minden embernek, akár tud róla, akár nem. A másik nagy probléma, hogy nem csak elszakadtunk Istentől, hanem megromlott a természetünk. A motivációs rendszerünk, testvéreim. Ó, micsoda motivumokkal éljük az életünket. Keresztelő alkalma ez, és egyik kedves teológus társam unokáját is kereszteli majd. Együtt jártuk a teológia folyosóit, és említettem előtte, most nem mondom el a testvéreknek, mert az idővel gazdálkodni kell, hogy mire tanított már elsős koromban. De máig megtanultam. No, de most nem erről van szó, hanem arról, hogy én is kereszteltem az unokámat. Fasori templom, 500 ember, ott vannak, a gyerek apja holland, itt vannak a holland nászék, első padba, mindenki. Kezdem az ige hirdetést a kereszteléskor. Na, drága kicsi unokám, hát persze ő nem értett semmit, de hát nem is neki szólt ez. Drága kicsi unokám, a holland nagyszüleid, minden rossz tulajdonsága ott van a génjeidben. Hát az én nászom hol fehér volt, hol piros, hogy megőrült a Tamás. Hát ilyen nincs, hogy ennyi ember előtt éget bennünket. És akkor némi hatásszünet után folytattam, és a magyar nagyszüleidnek is. Minden rossz tulajdonsága ott van a génjeidben. Lehet, hogy enyhén túloztam, mert állítólag csak a 70%-a, de bőven elég. Látom az unokám már a holland nagyszülei rossz tulajdonságait.
a magyarokét is, no, de értitek, hogy azt mondtam, hogy érted is meg kellett születnie Jézusnak. Mert erre a természetre nincs megoldás. Isten sem azt mondja, javulj meg. De nagy baj, hogy a templomokban sokkal határozottabban nem hirdetik ennek az örömüzenetét, hogy nem javulgatnunk kell, hanem Isten új életet készített Jézusban, hogy az én megromlott természetem mellé, nem helyett, sajnos, mert akkor földre szállt angyal lennék, hanem mellé befogadhatom Jézus Krisztus természetét a Szentlélek által. Isten nem javítgat, hanem egy új életet ad, és azt mondja, hogy válj el a régitől, és állj át az újhoz. És engedj Jézusnak. Mivel ott a régi, de ezekről is majd a szabadban, hogyha nem esik az eső a nyakunkba, akkor többet mondok én a következő napokban, hogy miért is van az, hogy a hívő ember életébe is hányszor a régi természet üt át. És azt mondják, ezt ért meg, ennek van új élete a Krisztusban. Hát hogy veszekszik? Hát milyen kabzsi? Minden visszajön. De óriási lehetőség, hogy vissza lehet állni a helyünkre. Bocsáss meg, Uram. Elrontottam megint. Engedtem a réginek. Veled szeretnék haladni tovább. Tehát ez a két megoldatlanság, amit ezen a világon majd meg fogjuk látni, se a pszichotechnikák, se a vallások, a buddhizmus és a többi, meg krisnások, meg a többi, senki a te bűneidet nem rendezi el, és senki neked új életet a Krisztusban nem adhat. Tehát ez a két hatalmas dolog történik, amivel egy ember élete akkor is megoldódik, hogyha millió megoldatlansága van. Alapjaiban megoldódik. Amikor egy Vujicsicsot lát valaki, talán többen látták YouTube-on másutt, keze sincs, lába sincs, úgy rakják oda az asztalra. De bűnbocsánata van, és Jézus Krisztusban új élete. Ha meghallgatjátok, akiknek keze lába van, csak éppen bűnbocsánata meg új élete nincs, azok láthatjátok, hogy mit jelent. Természetes, hogy ha fogunk fáj, már az is elég gond. És hogy minden más, és nem lelkizzük el a kérdéseket. De enélkül, a megoldás nélkül, amit Isten Jézusban készített, nekünk igazán áldott életünk, alapjaiban megoldott életünk és örök életünk nincs. Mielőtt arról szólok, hogy honnan veszem mindezt? Hát tudjátok, de azért jó nekünk artikuláltan kimondani. Hadd hívjalak titeket egy társas utazásra. Csak azért, hogy az arányokat egy kicsit jobban érzékeljük Isten és az ember között. Szálljunk be egy fénysebességű járműbe. Gondolatban persze, mert ilyen jármű nincs, soha nem is lesz. Egy másodperc 300 000 kilométer. Iszonyatos távolság. Hát az egyenlítő körül 40 700 kilométer a földünk. Elindulunk. 8 perc alatt elérjük a napot. A föld sehol, ez a semmi bolygócska. Aztán megyünk több mint 4 esztendőt. Akkor jön a naprendszeren kívüli első csillag, az Alfa Centauri. Aztán megyünk tovább 10 év, 100 év, 1000 év, 10 000, 100 000, millió év. Azt mondjuk, hogy álljanak meg, nincs ilyen távolság. Nem tudjuk követni. De bizony, csillagrendszerek százmilliárdjai. Színek, fények, távolságok. A rádiócsillagászok szerint ma 13 milliárd fényév távból érkező jeleket fogunk
És még nincs vége, csak ugye korlátozottak a műszereink. 13 milliárd év minden másodperce, 300 ezer kilométer. Belegondolsz, testvérem. Akkor 71-ben kezdtem a lelkészi szolgálatot, Baj Zoltántól olvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, ami Nobel-díjra fölterjesztett fizikusunktól, aki Amerikában kutatott, és mélyen hívő ember volt. Akkor még csak 10 milliárd fényévnél jártak. Ma már 13, sőt hallottam egy rádióhírben, hogy 15 milliárd, de ezt még én nem ellenőriztem le, úgyhogy olyan dolgokat nem szeretek tovább mondani. Na de akármelyiket vesszük. Én nekem akkor Salgótarjánban, ott a Meszes hegy alatt, ahol a parókia volt, szinte megállt a szívverésem. Mert képekben gondolkodom, úgy előttem úgy mozog az élet, és belegondoltam, hogy ha nem is tudom követni, de irdatlan távolsághoz képest én elvesztem. De akkor én ki vagyok? És akkor megszólal a professzor, illetve odaírja a cikkbe. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki, egyetlen porszem ember, hisz őben el ne vesszen. Na, indult a szívverésem tovább. De testvérem, belegondolunk ebbe az irdatlan távolságban. Kicsoda ez a hatalmas Isten? De még annál is hatalmasabb, aki ezt a mindenséget létrehozta. És akkor azt mondja nekem valaki, lelkész úr, majd ha kezet fogok az Istennel, akkor mondom, maga nem normális, már bocsásson meg. Fogalma nincs az arányokról, hogy kicsoda az ember. Az Istenhez képest? Hát még a levegőt is ő adja nekünk. Hát ha ő az oxigént kivette volna a levegőből, amikor bejöttél ide a templomba, már régen halott vagy. Velem együtt. Ő őrzi. Ahogy szoktuk mondani, a mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, csodálatos, ahogy ezen a földön mindent összerakott. Fenntart, kihez fellebbeznél? Hova, kihez? Szaladjunk, hogy levegőt kapjunk. Vége. Na de nem egyetlen törvényt őriz az Isten, millió és millió fizikai, biológiai, kémiai, lelki törvényt, hogy működjön az élet. És ez a hatalmas Isten ezen a földön csodálatos életet teremtett. Nézzétek meg a virágokat. Hogy összerakta, mennyi fantáziája volt. Valaki nekem azt mondta, hogy humorérzéke is volt a teremtőnek, amikor a pingvineket nézi, hogy ilyet kitalálnia, hogy ezek mennek, meg mozognak. Hát bizony volt elképzelhetetlen fantáziával, színeket, ötleteket vitt ebbe az egész teremtett mindenségbe. És honnan tudjuk? Nem ezt, tehát ezt látjuk, meg érzékeljük, hanem amiről beszéltem. Két hatalmas ajándékot adott Isten az embernek. A tőle elfordult, orcátlanul, faképnél hagyta az ember az Istent. Elfordult tőle bajba, bűnbe, kárhozatba, rohan, és az Isten nem lesöpörte a föld golyóról, hanem két nagy ajándékot adott nekünk, az egyik visszaadta a tervrajzokat. Óriási dolog. Itt a Bibliánk. Soha az életben nem kellett átírni, mert az Isten nem vélekedik, az Isten kijelent. Ő nem háromszor futott neki, hogy hát ha lesz majd a sötétségből világosság, hanem azt mondta, legyen világosság, és lett világosság. Ugyanúgy az ő kijelentése örök.
Walter Scott tudott valamit, az angol regényíró. Nem sokkal a halál előtt azt mondta a fiának, fiam, hozd ide a könyvet. És a fia nem kérdezte meg, hogy apám, a regényeit közül, vagy mások regényei közül, vagy milyen könyvet? Mert könyv volt sok abban az otthonban, de a könyv egyetlen egy volt. És ezt az író nagyon jól tudta. Ebben a könyvben az Isten visszaadta nekünk a tervrajzokat. Úgy szeretem, hogy a Bibliában nem ott kezdődik az emberről szóló tanítás, hogy itt van ez a lény, mit kezdjünk vele, hanem egyel visszamegy. Hogy tervezte el Isten ezt a mindenséget és benne az ember életét? Az első két oldal. Itt megint nem mondok valamit, mondanék még, hogy sokan bagatell meséknek nézik, ez csak összefoglalva annyit, hogy ahelyett, hogy megrendülnének, hogy a hatalmasnál is hatalmasabb Isten úgy beszél az emberrel, hogy az 5-6 éves gyerek, ha érdekli, már megfejtheti a titkot. Hát amikor ott vagy, fölakasztotta a nagy lámpát, meg a kis lámpát. Hát abban az időben így remegtek az emberek a naptól, a holtól, az Istentől, mintha istenek lennének. Csillagoktól, azok határozták meg a jövőjüket, az életüket. És akkor megszólal az Isten évezredekkel ezelőtt, és azt mondja, hogy ember, hát az csak egy eszköz. Hát azt én raktam oda. Hát arra szükséged van. Hát az az én ajándékom. Nehogy már azoktól félj. Hát én vagyok a te gondviselő atyád. És figyeljétek meg, ma is elteltek évezredek. Ha valakinek nincs gondviselő atya, nincs örökkévaló istene, hol tájékozódik? Jaj, a horoszkóp, jaj, a csillagjegy, mibe születtem, hol van, mi van, jaj. Németországban bemondják, hogy aki holnap valami nagyon nagy útra indul, vagy egyéb, az ezt a filmet ne nézze meg. Testvéreim, hát ha neked nincs mennyei atyád, akkor mint gólyatól a levegőbe. Óriási az az üzenet. Mindent megmond, amire szükség van. Ott, az első két oldalon. És amikor az emberhez ér, mit mond az Isten? Azt mondja, hogy ember, egyedül téged az összes teremtmény közül két világba építettelek be. Az anyagi teremtett világba, az érzékszerveiden át. Látunk, hallunk, szaglunk, ízlelünk, tapintunk, egyensúlyérzékünk van, kapcsolatban vagyunk ezzel a világgal. De téged egyedül az összes teremtmény közül önmagammal is összekötöttelek, az én örökké való világommal. Adtam egy érzékszervet, és ez a hit. Teremtett embernek nem volt kérdés, hogy van Isten, nincs Isten. Hát volt érzékszerve. Hát az Istent én nem ezzel a szememmel látom, hát az Isten lélek. Hát abban a dimenzióban én nem tudok átmenni így. Arra ő adott érzékelést. És mit mondott az embernek? Ember, vigyázz, el ne szakadj tőlem, mert meghalsz. Elveszel. Amíg én vagyok a főnök, mert az áramszedődön keresztül, én a Városligeti fasorban szolgáltam, csak nem 20 esztendőt, és ott a trolibuszokat láttam. És tudtam, hogy a legfontosabb alkatrésze egy trolibusznak az áramszedője. Mert az elromlik, akkor ott állnak egymás után 3-4, ott áll troli, és addig, míg meg nem javítják az elsőjét, addig nincs tovább menetel. Áramszedőt kapott az ember, hogy azon keresztül kapja meg Isten eligazítását. Hogy ő mondja meg, aki kitalálta, hogy mit kezdjek. Testvéreim, hát a nagy cégek, tudjátok mekkora pénzt fizetnek az ipari kémeknek? Ha lopnak nekik egyetlen jó ötletet, vagy az innováció szakembereknek? És akkor az örökkévaló élő Isten, aki kitalálta ezt az egészet,
fölajánlja nekem, hogy ember, tested, lelked egészének a tanácsadója leszek, ingyen és bérmentve. Normális vagyok, ha ezt nem fogadom el, nem. Nézzétek meg az abnormális világot. Eljuthat arra a mély pontra, hogy annak idején miniszterelnökünket, mikor indult, most újra, ugye az EU, hogy, bocsánat, így mondom, cincogtatta azért, hogy egy nép az alkotmányába foglalja, hogy férfi és nő kapcsolata a házasság. És hozzátette a miniszterelnökünk, és mindegyikből egy. Már férfiből, nőből is, mert ugye. És nem kérte ki senki magának, hogy legalább ne tréfáljon velünk, miniszterelnök úr. Nem. Ennyire elmehet a józan esze az embernek. Ide állítunk egy 5 éves gyereket. Megkérdezzük, hogy néz ki egy család. Lehet, hogy második apukája van, de megmondja, hogy egy apa, egy anya, gyerek, gyerekek. Teljesen abnormális világban élünk. Hát itt van előttünk. Hát csak meg kell nézni a tervrajzokat. Azt mondta Isten, ameddig én vagyok a műhelyed főnöke, amíg én vagyok a te irányítód, amíg az én szeretet uralmam alatt élsz, védve vagy. Ha innen kilépsz, annyi neked, és a körülötted élőknek is. Rombolod az életed, és rombolod a körülötted élők életét is. Nézzünk körül, ez történik. Hát ha megmaradunk az ő szeretet uralma, tudjátok, hogy eldobhatnánk a kulcsainkat? Elám. Ott a fasorban néha ekkora kulcsomóval közlekedett az egyházfi. Aztán rájöttünk, hogy ugyanolyan kulcsot kell az ajtókba, vagy majdnem hasonlót, hogy csak néhány kulcsot kelljen hordani, de akkor nem lopnád el a másikét. Meg én sem. Előlem kell elbezárnod az ajtódat. Hát visszaküldene a gazdám. Égnék, ha valamit elvinnék tőletek. Na, de folytassuk csak tovább. Tehát megkaptuk. De nem csak a tervrajzokat kaptuk meg, hanem a nagy tervet is. A nagy tervet. A megváltóról. Mert nem elég az, hogy tudom az eszemmel, hogy mit kellene csinálni, ha képtelen vagyok rá. És a legnagyobb ajándéka Istennek, Jézus a megváltó, ahogy olvastam most, hatalmas nagy lélegzetelállító kincs. Néha majd megáll a lélegzetem, mikor belegondolok, hogy és ha nem küldi el Jézust, ez az egész életem, miben folyik? Miben folyna? És emberek élete miben folyik? Jézus nélkül. Pál nem véletlenül mondta, hogy az Istennek pedig hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, Jézus Krisztusért. Igen, mert a két nagy problémán egyedül ő tud segíteni. Már csak annyit, mert ugye még a keresztelést is szeretnénk örömmel végigkövetni. Már csak annyit, hogy van kisbetűs élet, nagybetűs élet, kisbetűs halál, nagybetűs halál a Biblia szerint. Ugye azt mondtam, hogy ha elszakadsz tőlem, mondta Isten, meghalsz. És elszakadt az ember, és nem halt meg, érdekes. Biológiailag, azonnal. Aztán bejött a biológiai halál is, azelőtt nem volt. De itt nem a biológiaira gondolt akkor az Isten, mert a kisbetűs élet hol kezdődik? A fogantatásnál. Nem a születésnél, nem, nem. Mikor a gyermekeim születtek még, vagy nem voltak ilyen képek, vagy nem figyeltem annyira, de hogy az unokám született, egy svéd orvos professzornak a pici
élet méhen belüli fejlődését jelző képeit követtem. És tudjátok, milyen megrendez ember, hogy 3 hónapos az a kicsi élet. Még olyan lepedékes kis ujjak, és az új lepedéke alatt már ott az új lenyomat. Nincs két egyforma. Isten egyenként teremt meg anyánk méhében bennünket. Nehogy azt higgyétek, drága szülők, elhiszem, hogy nem hiszitek, hogy ti teremtettétek ezeket a gyermekeket. Hanem a teremtő Isten bevont titeket ebbe a titokba. Hogy ezeket a drága kis életeket. Hát tudjátok, hogy egy emberi agy, mint egy 13 milliárd ez is, áramfejlesztővel van ellátva. 10-15 mikrovolt. És azért tudok én így gesztikulálni, mert az áram fejlődik. És az idegpályákon eljön, és ezért tudunk mozdulni és élni. Na igen, nem, de üzemanyag kell. Cukor és oxigén. Hogy jut el az oda? Hát a vérpályákon. És akkor még alig mondtunk valamit erről a karosszériáról. Fantasztikus, amit Isten erre az elmúló, elporló karosszériára mond. Akkor azt mondja, hogy mennyei testet adok, akkor nem erről van szó. Sokan úgy gondolják, hogy a feltámadás, hogy ez az én portestem, hát ez porrá lesz. Vannak földi testek, vannak mennyei testek. Amint hordtuk a földi ábrázatát, hordani fogjuk a mennyei ábrázatát. Hát ezt átkonvertálja valahogy úgy az Úristen, hogy csak ámulunk még belegondolni is, testvéreim. De azt mondtam, hogy befejezem. És ott tartottunk, ugye, hogy kisbetűs élet fogantatással kezdődik, biológiai halállal végződik. A kisbetűs halál is az. Nagybetűs élet, az élő Istennel való élő kapcsolat. Ez a nagybetűs életük. Azt mondta Isten, elszakadsz tőlem, meghalsz. Igen, a nagybetűs halál. Az Istentől való elszakadás. A nagybetűs halál pedig a kárhozat. Testvérem, ha még nincs nagybetűs életed, kárhozatban élsz. Templompadokban is. Majd holnap olvassuk, hogy úgy szerette Isten a világot, és hogy folytatódik. Nem azért küldte Isten az ő fiát e világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék ez a világ általa, aki hisz ő benne. Üdvözül, aki pedig nem hisz, immár elkárhozott, azaz kárhozatban él, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Félelmetes valóság ez. Vagy a nagybetűs halálban vagy már a nagybetűs életben. Mindjárt elveszítettük a nagybetűs életet. És ezért olyan óriási örömhír, hogy visszaadta Isten Jézusban. Mit mondott Jézus? Én vagyok az út, az igazság és az élet. Milyen betűs? Csupa nagybetűs. Én vagyok a feltámadás és az élet. Csupa nagybetűs. Aki hisz én bennem, ha meghal, kisbetűs halállal, akkor is él, milyen betűs élettel? Nagybetűssel. Aki pedig él, kisbetűs élettel, és hisz én bennem, soha meg nem hal, milyen betűs halál? Nagybetűssel. Nagyon pontos, gramra az ige. Na, hát holnaptól figyeljük tovább, mert holnap Jézus keresztjéről lesz szó, és arról, hogy ezen a kereszten megoldotta az Isten 2000 évvel ezelőtt a te bűnbocsánatodat meg az enyémet, a te áldott földi életedet meg az enyémet, a te örök életedet meg az enyémet. És ez nem mese, hanem itt van. Nézz utána!